Mi volt ez egy, mert ugye úgy hirdetett meg a Facebookon, hogy ez egy felvonulás, de hogy konkrétan, hogyha így meg kellene fogalmaznod a célt, ami miatt szervezted, akkor azt hogyan fogalmaznád meg, mi lenne az? Igazából a közösségi oldalon is úgy lett meghirdetve, mint egy békés demonstráció a közbiztonság javításának érdekében. Tehát ennek az volt a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy igenis javítani kell a közbiztonságot. Arra nem gondoltatok, vagy nem tudom, hogy hát ez lenne a kérdés lényege végül is, hogy most kifejezetten így a nők elleni erőszak ellen irányult ez, vagy ti ezt így nem mosnátok egybe a kettőt, hanem úgy általában a közbiztonság hiányosságaira szerettétek volna felhívni a figyelmet? Általánosságban a közbiztonság javítására, igen. Tehát ez olyan, hogy este akár 9 órakor merjek lemenni a boltba a sötétedés után, hogy hazafelé ne kövessen senki, és ne kelljen félnem attól, hogy bármit tesznek velem. Tehát akkor nem volt egy ilyen nőkre kiegyezve. Most itt gondolok ugye arra, hogy a Bándi Katának is, mint tudom, egy éve történt körülbelül az esete, és hogy most itt is ugye ami miatt szerveztétek a programot, az ugye egy nő elleni támadás volt. Tehát akkor ti nem gondoltatok így bele, és nem észleltek, vagy nem tapasztaljátok, hogy itt lenne különbség mondjuk a nők és a férfiak kapcsán, mármint az ilyen támadások jellegéből adódóan, vagy ez nem jutott eszetekbe esetleg? Nem, mert most ha egy fiatal lány indul hozzá egy szórakozó helyről, akár egy fiatal fiú, mind a kettőt ugyanúgy megtámadhatják. Itt az a lényeg, hogy senki ne menjen úgy haza, hogy fél és retteg, hogy bármi történik vele. Jó, és akkor még egy kérdés, mert egy egyetemista vagy, ahogy a Facebookról is emlékszem, hogy ott az egyetemen erre esetleg valamilyen formában, nem tudom, hogy a hők vagy ti, mint egyetemisták, esetleg van-e valami megoldási, hát hogy mondjam, igen, megoldási javaslatok, vagy hogy valamint gondolkoztatok-e, kitaláltatok-e valami olyasmit, ami esetleg ilyen közösségi szinten segítene azon, hogy például mondjuk a közbiztonság javuljon, vagy hogy a tietek, tehát mondjuk akkor az egyetemistáké. Igen, ugye mi civilként, meg fiatalként úgy nagyban nem tudunk gondolkodni. Mi például személy szerint én, hogyha elmegyek szórakozni így csoporttársaimmal, iskolatársaimmal, vagy bárkivel, mi általában csoportosan tesszük meg ezt, és hazafelé is mindig kísérnek minket. Ha esetleg taxival mennénk haza, a taxist is megkérjük, hogy várja meg azt az 5 percet, amíg beérek a lakásajtón, és utána távozzon. Tehát apró dolgok amúlik az egész, de mindent megteszünk azért, hogy ne essék bántodásunk.